szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Mindenki egy-egy szabadon választott adiverset olvasott fel a kölcsönzési térben, rendes nyitvatartási időben, nem véletlenül. Többször is bevisszük ezekbe a szolgálati terekbe ezeket a programokat, hiszen aki itt van, ha nem akarja, akkor is hallja. Kiállításokat is azért szervezünk szívesen az első emeleti termünkbe, mert itt az is megnézi, aki csak bejött valamit olvasni. Később sokak kedvencét a Kocsi út az éjszakában szavalta el a társaság együtt. Félig mély csönd és félig álma, fut velem egy rossz szekér. Kevés olyan rendhagyó flashmob akció van, amelybe ennyire könnyű beszervezni a résztvevőket. Igazából nem kellett nagyon noszogatni senkit se. Ugye Adi az a költő, akit nagyjából minden 10 magyarból mondjuk 9 vagy 11 szeret, tehát igazából nem volt nehéz. Ezzel a rendhagyó eseménnyel nyílt meg az a tárlat, amelyet a költő halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett be az intézmény. Főképpen régi anyagot akartunk először, mivel hogy 100 éve halt meg, és vannak a birtokunkban első kiadások is, 3-at tudtam kiállítani, 3 versekötetét, és vannak 5.-7. kiadások, de megtaláltam egy PIM kiadványt Adi fotókkal, és most e köré próbáltam az egészet építeni, mert Adi nagyon fotogén volt. Költeményeinek népszerűsége az elmúlt 100 évben szinte töretlen volt, aminek az irodalomtörténész szerint megvan az oka. Olyan szenvedély van benne a szerelem, de általában mindenfajta érzésben, a hazához fűződő érzésben, ezeknek az érzéseknek a diszonanciájában. Szóval, hogy Adi olyan, mint amilyenek vagyunk, mi mindannyian ellentmondásos. És ez ki is derül a tárlókban bemutatott könyvekből, fotókból, idézetekből. A kiállítás február 9-éig látható.